Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, figyelmet kérek. Ahogy említettem, a közgyűléssel nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjük meg a közeli környezetünket, a mi múltunkat. A mi múltunk nem közös múlt, 1920 óta van a felvidéki magyaroknak saját múltja is, és ezzel csak, vagy főleg az itteni tudósok foglalkoznak. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy erről is legyünk tájékoztatva, és azért hívtam meg Gyurgyik Laci tanácsára Jobbágy István urat, ezzel a témával Jobbágy István úr foglalkozik, és nem csak a pártpolitikával, de a gazdaság helyzetével is, első Csehszlovák Republikában, történelmi szemmel, aztán a további fejlődését már nem mi történész követi, pártpolitikát is, gazdaságot is. Jobbágy úr több helyen járt egyetemre, Prágában, Pozsonyban nem volt, nem nagyon tudott volna sokat megtanulni, de jól választott, elment Budapestre és a ELTE-n, és akkor még a Corvinus Egyetemen végezted a főiskolai tanulmányaidat. Több éve, nem tudom mióta, már a Sejé János Egyetemen tanít, és tudományos munkássága is sok helyen megjelentek a munkái. Ha többet szeretnének róla megtudni, akkor aztán előadás után arról is lehet kérdezni, és főleg a mai témához lehet aztán feladni kérdéseket. Szóval pártpolitika a két világháború közötti Csehszlovákiában, ez a mai előadás témája. Kérlek szépen most. Te vagy soron. Köszönöm szépen a szót és a meghívást. Nagy örömmel jöttem Pozsonyba, meg itt ugye nem adtam elő, de remélem, hogy itt a bemutatkozás jól fog sikerülni. És hát itt már sokat sürögtünk, forogtunk, de sajnos a technikai problémát nem tudtuk megoldani, tehát a vetítés kérdése az függőbe maradt, vagyis hát elmaradt. Úgyhogy kénytelenek lesznek beírni azzal, amit élő szóban fogok mondani a témára. Hát azért sajnálatos a dolog, mert itt táblázatok is vannak, amit jobb lett volna, ha kivetítünk, de megpróbálom plasztikussá tenni a dolgot, és akkor talán így a számok sem lesznek annyira hát követhetetlenek. Szóval a téma az a két világháború közti Csehszlovákia pártpolitikai szempontból, és ez nagyjából pontosabban 1920 és 1938 az időszak, jobban mondva inkább 35, mert az országos választásokat néztem, 38-as az már ilyen csonka volt, és azzal már nem nagyon lehet ugye az ország szétesése miatt nagyon számolni se. A két világháború közti Csehszlovákia nagyon érdekes hát képződménye volt Közép-Európának, itt a korosztályból sokan még talán többre emlékeznek így, mint én, ugye a születésemnél fogva. Tehát ugye maga az ország 1918. október végén jön létre, az első világháborúnak a függvényeként, a győztes antant hatalmak úgy gondolták, hogy ugye a monarchia helyén több kis nemzetállamot fognak létrehozni. Az egyike Csehszlovákia volt, amely azért volt érdekes képződmény, mert ugye az oka, amiért létrehozták ezeket az államokat, legyen szó mondjuk Jugoszláviáról, vagy Romániáról, vagy akár Csehszlovákiáról, az volt, hogy ugye a régi monarchia az a népek börtöne volt. Na most egy nagyon érdekes dolog van, hogy a történelmi Magyarországon ugye a magyarok részaránya 54% volt, tehát 4%-kal volt több, mint a ugye 50%-os hát mondjuk fele a lakosságnak. Csehszlovákiában 65%-ra tornázták föl, tehát az 1910-es magyar népszámlálás alapján és az osztrák népszámlálás alapján is, de mondjuk még a 21-es csehszlovák népszámlálás sem mutat sokkal többet, habár ott azért már voltak ugye mindenféle, hát nem teljesen
korrekt ugye, népszámlálási taktikák. Tehát a 10-es magyar népszámlálás alapján Szlovákiában 65% volt ugye a szlovákok aránya, az osztrák népszámlálás alapján pedig 65% volt a csehek aránya. Tehát nagyjából egy 10%-ot tudtak emelni. Ugye. Hát most ezért érdemes volt ugye szétverni a monarchiát, hogy tehát a népek börtön helyett most egy ilyen Csehszlovákia lett. És tehát egy ilyen kétharmados többséggel kellett tulajdonképpen egy demokratikus, úgynevezett demokratikus elvek alapján működő alkotmányos berendezkedést létrehozni. Ezzel nem is volt semmi gond ilyen szempontból, mert ugye lényegében a parlamentális többséget kellett megszerezni az éppen ugye regnáló kormánynak, de sok esetben ez aztán annyira ugye összekuszálódott, hogy nagyon érdekes fejlemények jöttek ebből ki. Na most, hogy megértsük, hogy mi is történt, ugye először le kell szögezni, hogy milyen is volt ez a pártrendszer, ez a politikai berendezkedés. Ugye volt egy prágai központú állam, ez volt ugye az első csehszlovák köztársaság, amelyik Astól a mai Kárpátaljának a végéig, ugye román határig tartott, tehát sokkal hosszabb volt, mint a 45 utáni Csehszlovákia, és hát nagyon heterogén volt, ahogy említettem, 65%-a volt a csehek aránya, a többi pedig német volt. Tehát megint csak egy érdekes fejlemény, amit sokan talán nem tudnak, az első csehszlovák köztársaságban több német volt, mint szlovák. Tehát a 10-es magyar népszámlás alapján nem egész 2 millió szlovák volt, és 3 millió volt a németek száma, ugye a éppen aktuális osztrák népszámlást véve, tehát már itt innét ugye nagyon érdekes a kiinduló pont, és ahhoz, hogy meglegyen ugye a tulajdonképpen többség, ahhoz kellett az úgynevezett csehszlovák ideát kiagyalni Masarykéknak. Ugye ez volt a csehszlovakizmus, ami ugye azt mondta nagyjából, hogy a cseheké, tehát ezt így kicsit vulgarizálom, a cseheké a vezető szerep, és ugye a szlovákok azok ugye területre is, meg rokonságra nézve is ugye becsatlakoznak ebbe az ideológiába, és hát amúgy is már a szlovákok egy része átvette ugye a kralicei biblia alapján ugye a cseh nyelvet, ugye az evangolikus szlovákok, és úgy gondolták Masarykék még 1820-ban, hogy ezzel nem lesz gond, majd a szlovákok egy idő után elfogadják azt, és akkor lesz egy ilyen idő után majd egy cseh nyelvű, majd a szlovákok is megszokják ezt a nyelvet, és akkor lényegében lesz egy cseh nyelvű egységes szláv népesség. Tehát ezt több helyen Jugoszláviában is eljátszották. Volt, ahol sikerült például, Titónak sikerült egy macedón nemzetet kialakítani a bolgárok egy részéből. Ugye Macedóniában legalábbis, akik nem albánok, ugye, azok régebben bolgárok voltak, a titói Jugoszláviában sikerült belőlük macedónokat csinálni. Tehát ez tulajdonképpen éppen a történelmi forgatagnak, vagy a szerencsének tudható, hogy most egy ilyen kísérlet, amit Masarykék meg Benesék kigondoltak, hogy majd a szlovákok elfogadják a cseh dominanciát, és majd talán a nyelvet is, meg a kultúrát is, az most bejön, vagy nem jön be. Tehát akár még be is jöhetett volna, a történelem azt mutatta, hogy nem jött be. Tehát ugye a szlovákoknak egy idő után terhes lett, de ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük a pártpolitikát. Itt vagyunk 1918-20-ban, a demokratikus elvek alapján építkező Csehszlovákia, mert ugye több ország volt, ami nem így építkezett, mondjuk ne vegyük Magyarországot, ugye ott Horthy és egyfajta tekintélyi uralmi rendszer rendezkedett be. De vegyük például a Lengyelországot, ami szintén egy ilyen újonnan létrehozott állam volt. Ott például Piłsudskinek a körei ugye egy ilyen tekintélyelvű államot végül is hoztak létre. Tehát teljesen másképp építkeztek a lengyelek, mint a korabeli csehszlovák elit. Milyen volt ez a berendezkedés? Hasonló volt az 1946 utáni, illetve 1990 utáni rendszerhez, tehát egy olyan választójog volt, amely ugye arányos rendszert, persze titkos választójog volt és egyéb demokratikus jelleget adó része is megvoltak. A lényeg az volt, hogy arányos volt, tehát hogy aki nem ért ez, hogy mi az, hogy arányos, meg többségi, meg vegyes, annak annyit mondanék, hogy ugye az arányos az, ami most van tulajdonképpen Szlovákiában az országos választásokon, a többségi az meg mondjuk az angol szász rendszer, ahol ugye lényegében a végén
általában két nagy párt marad, és aki egyel is több szavazatot visz, az lényegében viszi az egészet. Az arányos az pedig lényegben leosztja mindig a szavazatok arányában az arányos szavazatokat, és akkor előfordulhatott olyan például, hogy a magyar pártoknál két mandátumot kaptak, például volt ilyen 300-ban, ugye képviselőházban volt 300 hely, és abból két helyet kapott meg az egyik magyar párt. Tehát most már ilyen nincs, mert általában vannak választási küszöbök, tehát el kell érni mondjuk 3 vagy 5%-at, ugye Szlovákiában is ez volt 90 után, hogy először 3 volt, aztán pedig 5%, tehát aki nem ugorja meg a küszöböt, az automatikusan kiesik, és akkor a szavazatai átkerülnek a küszöböt megugrókhoz. Az első köztársaság az lényegében ennyivel demokratikusabb volt, mint a mostani rendszer, mert nem volt ilyen küszöb. Tehát aki bizonyos számú szavazatot összeszedett, az megkapta a neki járó mandátumot, és akár egy-kettő mandátummal is lehetett evickélni a parlamentben. Tehát voltak választások, amikor például mondok egy-két számot, 1920-ban 23 pártból 17 jutott be a parlamentbe, aztán 25-ben 29-ből 16 párt jutott be, 29-ben 19-ből 16, és így tovább, aztán már 35-ben kevesebb, 16-ból 14. Tehát viszonylag sok párt volt, tehát mostani viszonyokhoz képest, most is sok párt van sokak szerint Szlovákiában, de a két világháború között a csehszlovák rendszer az nagyon fragmentált volt, tehát nagyon töredezett. Hogy megértsük, ugye ott tartottam, hogy van egy állam, ahol a nemzetvezető állam, nevezzük így, ugye az úgynevezett csehszlovák ideológia alapján kb. 2/3 jelenti a lakosságnak. Tehát, hogyha veszük, akkor Csehországban 65% volt a csehek aránya, Szlovákiában 65, pontosan ennyi volt a statisztika alapján. És együtt is, ha a csehszlovák nemzetet együtt veszük, akkor is 65% volt mondjuk a induláskor, mondjuk 18-ban. Erre kellett egy ilyen rendszert létrehozni, ami nagyon érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy erre a többségi rendszer sokkal jobb volna. Tehát már hogyha ilyen töredezett a rendszer, valamiért én kérdeztem Öllös Lászlót is, hogy miért pont ezt a rendszert agyalták ki ott a csehszlovák elit. Ő se tudott igazából erre elfogadható magyarázat. Lehet, hogy azért, hogy kezelni lehessen ezt a nemzetiségi összetételt, nem tudom, lehet, hogy nem gondolták teljesen végig. A lényeg az, hogy nagyon szépen kirajzolódott a választási rendszerben az ország etnikai és többé-kevésbé vallási, meg szociológiai megosztottsága is. Tehát nagyjából leképezte a választási rendszer a csehszlovák, úgymond csehszlovák ideológia talaján állóknak a táborát, a németek külön szépen, majdnem teljesen 100%-ra pontosan a szudétanémet pártok megszerezték azt a 22%-ot, ennyi volt az aránya országos szinten a szudétanémeteknek, 22%, azt majdnem minden választáson hozták. Tehát több párt hozta, de ha összeszámoljuk az összes szudétanémet szavazónak a szavazatát, az kiadta 22%-ot. A centrista szavazatok azok billegtek, tehát mindig azért több volt, ugye ott is több párt volt, majd mindjárt rátérünk. A csehszlovák centrizmus talajánállók voltak ugye a legtöbben, mert egyébként nem lehetett volna egy irányítani, és akkor valami diktatúrát kellett volna bevezetni. Tehát nagyon ügyesek voltak, tehát a csehek nagyon ügyesek ilyen szempontból, és hát azt tudom mondani, hogy a többi ilyen, hát mondjuk 1948-ban ott Gottwaldékat ugye elengedték, de egyébként nagyon ügyesek voltak, amikor lehetőséghez jutottak, ezekkel a szelíd eszközökkel nagyon jól tudtak bánni, és most is úgy néz ki, hogy a rendszerváltás után egy kicsit ugye lazítsunk ezen a sok számon. A rendszerváltás után is Klauszék sokkal jobban menedzselték az országot, mint például Magyarország. Tehát sokkal több üzemet tudtak megtartani csekézben, egyéb dolgokat, míg ugye Magyarországon meg Szlovákiában sokkal kevésbé volt sikeres a magyar vagy a szlovák elit ebben a tekintetben, és Csehország most is jobban prosperál, legalábbis így makrogazdaság, és hát valaki ugye elmegy azért az egyszerű ember szintjén is, azért vannak szembetűnő különbségek. Tehát visszatérve, 1918 után nagyon ügyesen alkották meg ezt a rendszert. A cseh elit egy ilyen nagyon ügyes egyensúlyi rendszerrel tulajdonképpen
ezt a választási rendszert kiegyensúlyozta, és hogy befejezzem a magát a rendszert, tehát nagyon egyszerű volt így országos szinten, volt egy 300 fős képviselőház, ahol eldőltek a dolgok, tehát az alsóház és 150 fős felsőház egy tulajdonképpen nem sok vizet zavart, a korabeli beszámolók alapján kiérdemesült politikusoknak a gyűjtőhelye volt, tehát igazából a fontos dolgok azok az alsóházban dőltek el, ez a 300 mandátum volt az, ami igazából meghatározta az ügyeket, és ott is már ezek inkább formális dolgok voltak, tehát a színfalak mögött lejátszották általában úgy, hogy most is szokás ezt a szavazósdít, és amikor ugye nem mentek a dolgok, akkor nagyon nagy feszültségek voltak. Az is érdekes, hogy még egy adatot talán elmondok. 20 év alatt, tehát mondjuk 1918 és 1938 között Csehszlovákiának 17 kormánya volt, írdésmond 17 kormánya, de egyetlen kormány sem bukott meg bizalmatlansági indítvány folytán. Tehát nagyon szépen olajozottan adták át egyik kormány a másiknak. Tehát ilyen nem volt, hogy valaki most bedobta a törülközőt, és akkor nem tudták, hogy mi lesz mondjuk fél év múlva, amikor ugye lejárt a kormánynak a mandátuma. Tehát majdnem minden, tehát 20 év alatt 17 kormány, az azt jelenti, hogy majdnem minden évre jutott egy kormányváltás, de mondom, ezt nagyon olajozottan csinálták, és nagyon intelligensen balanszíroztak különféle nemzetiségek között. Ugye legnagyobbak tulajdonképpen a németek voltak, ez a 3 milliós német, ugye ezt már mondtam, nagyjából a mandátumoknak, ennek a 300 mandátumnak a 22%-át uralták a németek, aztán ugye a többség az nagyjából ilyen 160, 170, 190 volt, ami a központi ugye csehszlovakista ideológia alapján áll, tehát mindig hát 150 fölött kellett lenni természetesen, de aztán már későbbiekben, a 20-as években kicsit nehezebb volt ezt összeszedni. Érdekes módon a szlovákok szintén elég sok vizet zavartak úgymond a prágai politikának, mert nagyjából ennek a 65, ugye Szlovákiában vesszük, akkor kétharmada volt szlovák nemzetiségi, mondjuk az akkori Szlovákiának, mondjuk a 20-as években. Annak a felét a Hlinka néppárt és illetve szövetség és ezek uralták. Tehát mondjuk a kb. 30%-nyi szavazatot abból a 65-ből Hlinkáik elvittek, és a többit, azt a 20-30%-ot azt a prágai kormánynak a szlovák lerekatai, főleg az agrárpárt, meg egyéb ilyen csehszlovakista pártok uralták. Tehát nagyon érdekes dilemma lett volna, hogyha például Szlovákia autonómiát kap az első köztársaságba, akkor nagyon gyorsan szét lehetett volna szakítani az országot, mert lényegében a csehszlovakista erők azok ilyen egyharmados kisebbségben voltak. Tehát a szlovákok nagyjából egyharmada támogatta Prágát, ilyen-olyan okoknál fogva. A legnagyobb húzva erő az ugye a földreform volt, amit már 20-as évek elején elkezdtek, és nagyon sok szlovák kapott ugye földet, és ezt a agrárpárt, az egyik legerősebb csehszlovakista párt menedzselte, és ilyen oknál fogva a szlovákoknak és egyéb más, ugye például evangélikusoknak a nagy része az is csehszlovakista volt, de ez a kisebbsége volt ugye az akkori szlovákságnak, mert a többség az katolikus volt. Tehát ez a két tényező, az evangélikus kulturális kötődés, ugye említettem már a bibliai nyelvet, meg kulturális kapcsok, és főleg a földreform, ami az anyagi részét alkotta, ez nagyjából a szlovákoknak a felét tudta megszólítani, a másik fele az végig tulajdonképpen ilyen távolságtartással viseltetett Prága iránt, és ugye tehát egyharmad támogatta Prágát, ezek a szlovákok, egyharmad szlovák nem támogatta, a többiek, meg ugye németek, magyarok, azok meg nem támogatták. Nem is beszéltek velük ilyesmiről igazából komolyabban a két világháború között. Akikkel beszélgettek a prágaiak, azok a szudéta németek voltak. Tehát a szlovákiai magyarokkal, meg németekkel, azokkal nem nagyon tárgyaltak ilyenről, hogy most komolyabban, hogy most mennyire fogadják el Prágát, meg mit kérnek el ezért cserébe. Tehát akikkel a prágai kormány tárgyalt, az ugye a szlovákok voltak, meg a szudéta német, ez a két erő volt. Igazából a szlovákiai magyarság, illetve ide vehetjük a németséget, ugye a szepességi cipszereket, szászokat, azokkal sem nagyon
hát beszélgetett Prága. A cipszerek azok a magyar pártoknak a lerakatai voltak, hol az egyik, hol a másik magyar pártnak a mondhatni a szövetségese volt. Jó, tehát itt vagyunk a 20-as évek elején, tehát föláll egy olyan rendszer, amely nagyon érzékeny tulajdonképpen, deklaráltan demokratikus, de és direktbe egy olyan rendszert hoz létre, amelyik nagyon szépen előhozza tulajdonképpen Csehszlovákiának a gyöngéjét. A Csehszlovákiának mi volt a legnagyobb gyöngéje? A nemzetiségi, meg a vallási megosztottság, meg ez a kettő. A szociálisról ne is beszéljünk, mert az is volt, meg az agrárkérdés is, tehát, de a legégetőbb, ami aztán szét is szakítja majd 1938-ban, az a nemzetiségi megosztás volt, és érdekes módon, ahogy említettem, ezt nagyon szépen lekövette a választási rendszer és a pártrendszer is. Van egy ilyen 8 éves időszak, ez 1918 és 26 között, amikor az úgynevezett ötösbe, tehát ezt úgy hívták csehül, hogy Pietka, abba összetömörítik az összes csehszlovakista pártot. Ez egészen a nagytőkétől a szociáldemokráciáig mindenki, a kiskereskedők, mindenki benne volt. Tehát eredetileg 5 volt, aztán még egy-néhány párt, tehát a katolikus keresztény-szocialista párt, a nagytőke pártja, az agrárpárt, a kiskereskedők pártja és a szozdemek, nagyjából ez a 5 erő volt, aki ezt a 5-öst alkotta, és ezek tulajdonképpen adják a prágai elitet, és lényegében egy közös volt bennük, hogy stabilizálják Csehszlovákiát. Tehát erre kellett nekik 8 év, 1918 és 26 között, amikor is az alkotmányos berendezkedést helyre rakják, megnézik, hogy hogyan működik a rendszer, és lényegében 1926-ra aztán látszanak a repedések ezen az ötösön belül, mert ugye akik a hangadók voltak, az a nagy tőke volt tulajdonképpen az első csehszlovák köztársaságban. A szociáldemokráciával aztán már nem nagyon találták a hangot, és 1925-ös választások után lényegében a szociáldemokrácia terhes lett, és ekkor kezdenek el komolyabban tárgyalni a szudétanémet pártokkal. És 1926-ban aztán létrejön egy megegyezés, amikor is az első menetben 1926 és 29 között két német pártot vesznek be csehszlovák kormányba, a keresztény-szocialista párt, ez a katolikus párt, a másik pedig az agrárpárt, a német gazdapártot. Tehát ezzel tulajdonképpen azokat a szavazatokat, amiket elveszítettek a szociáldemokraták kiválása miatt, az nagyon sok szavazat volt, mert így tulajdonképpen lejöttek volna 150 alá, tehát mondjak számokat is, ha ezért jó lett volna a kivetítő, tehát ilyen 190-ről, most csak úgy fejből mondom, az 1920-as választások után a többsége a prágai kormánynak a 300-ból ilyen 190 volt a képviselőházban, az a szociáldemokraták kiesésével lényegben lement volna 130-ra. Tehát azt jelentette, hogy a központi csehszlovákista ideológia talaján állok, hogyha ugye kitessékelik a szociáldemokratákat, ugye ott voltak követelések, a munkásság, meg egyéb ilyen szociális követelések, amit már a nagy tőke nem nagyon viselt el, és ilyen módon a 25 után elkezdtek tárgyalni a németekkel. És meg is születik 1926-ban a megegyezés, ez a két párt, tehát ott a német szociáldemokráciát kihagyták 1926-ban, ugye a katolikus pártot meg a gazdapártot bevették, és így föl tudták tornázni 150 fölé a mandátumok számát, és így lényegében 1926, ez aztán végig megmarad 1938-ig, amikor is ugye Hitler Münchenben szétszeri Csehszlovákiát. Az az érdekes fejlemény, hogy tulajdonképpen a szudéta német pártok stabilizálták a csehszlovák demokráciát 1926 és 38 között. Tehát
És azért kellettek, ugye, mert két, hogy visszatérjek még a Hlinka-féle szlovák néppártra. 1920 és 21 között volt a Hlinka párt a prágai kormány, és a Hlinka pártja, a néppárt a prágai kormány tagja, illetve 27 és 29 között, tehát összesen 3 év, amikor próbálkoztak velük, tehát hogy a szlovákságnak a másik felét is megnyerjék. Csak ugye Hlinkáiknak nem nagyon tetszett ez a cseh ideológia, hogy ilyen másodhegedűst játszanak Csehszlovákiában, ugyanis ugye még az amerikai tárgyalások idején megígérték a szlovákoknak, hogy egyenrangú tagok lesznek, ugye Pittsburghben, meg egyéb más helyeken, Masarykék sok mindent ígértek, és már 20-as években kiderül, hogy ez nem így van. Tehát ha valaki megnézi a cseh parlament honlapját, ott fönt vannak a két világháború közti csehszlovák parlamentnek a beszédei. Tehát magyarul lehet olvasni, mert eredeti nyelven németül, meg magyarul föl lehetett szólalni akkor még, és benne van, hát nem mindig jó magyar helyesírással, de el lehet olvasni. És akkor ugye ott van Hlinkának is a felszólalása, van egy ilyen felszólalás, ami azt mondta, hogy ebben a néhány évben, ezt valamikor a 20-as évek elején mondta ezt a beszédét, többet szenvedtek a szlovákok a csehszlovák köztársaságban, mint 1000 év alatt a királyi Magyarországon. Tehát gondolom erre alapozta, hogy lényegében a csehek sok mindent nem tartottak be, amit ígértek. És hát ez elég nagy pofon volt ugye sok szlováknak, akik egyéb dolgokat reméltek a csehektől, és nem egy ilyen gyarmati státuszt, ugye. Hát az történt, ugye egy csehek 18 után lényegében megszállták Szlovákiát, még a 30-as években is több mint 100 000 cseh hivatalnok volt, akiket aztán egy menetbe ki is rúgtak 38 után, ugye, amit azóta is fájlálnak a csehek. Tehát lényegében ezt ki is mondták, ugye, csehek egy ilyen gyarmati sorba arra volt szükség Szlovákiára, hogy a németeknek a szorításából legyen egy ilyen keleti kiárat, egy ilyen geopolitikai kiárat, és amikor ugye nem sikerült a szlovákat beterelni ebbe az ideológiába, akkor ténylegesen ezt a pozíciót hát meg is hagyták.